A napszemüveg ma már nem csak divatcikk, egészségünk szempontjából is fontos védőeszköz. Ezért vásárláskor nem csak az esztétikai szempontokat kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mennyire szűri meg a káros UV-fényt. A természetes napfény három részre osztható, az infravörös tartomány, a látható fény és az ultraibolya. Ez utóbbi nagy energiájú, rövid hullámhosszú, nem látható káros sugár, amely további három típusra osztható, az UVA, UVB és az UVC. Az UVC sugár nem érkezik el le hozzánk, hiszen a légkör az visszafogja. Az UVB és az UVA sugarak ellen védekezünk. Nagyon fontos, hogy mindig hivatalos helyen, mert jó minőségű UV-szűrős napszemüvegeket vegyünk, amelyek CE jelzéssel vannak ellátva. A lencse minőségén kívül fontos még a szemüveg keret minősége is, vagy alakja, hiszen fontos, hogy elég nagy legyen, hogy a szemkörnyéki kis finom bőr szöveteket is védje az UV-sugaraktól, valamint oldalt is zártnak kell lenni, mert nagyon sok a visszaverődő fény. A 100%-os UV-szűrővel nem rendelkező napszemüvegek kifejezetten károsak lehetnek. Ezek is csökkentik ugyan a szembe jutó fény erősségét, de nem képesek kiszűrni a káros ultraibolya sugarakat. A napszemüvegek viselése során a kisebb fényerő hatására kitágul a pupilla, így az UV-szűrővel nem rendelkező napszemüveg viselése során a káros sugarak még nagyobb mennyiségben juthatnak a szembe. A polarizált lencsük megszűrik és szétválasztják a visszavert sugarakat, így kivédik a zavaró csillogást és a vakító fényt, azonban a polarizálás és az UV-védelem között nincs összefüggés. Ahogy a lencsék színe is teljesen független az UV-védelem mértékétől. A napszemüvegek viselésén túl zöld levelű zöldségek és piros bogyós gyümölcsök fogyasztásával is óvhatjuk és erősíthetjük szemünket. Ételek tekintetében inkább a gyógyszerek szedésére hívom fel a figyelmet. Mindig olvassuk el a gyógyszerszedésnél a tájékoztatót, mert vannak bizonyos vegyi anyagok, gyógyszerek, amelyek károsak lehetnek UV-sugárzás tekintetében. A káros UV-sugarak kötőhártya gyulladást, szaruhártya és ideghártya sérüléseket is okozhatnak. Az orvosok a lencse homály vagy a szürkehályok kialakulását is az UV-sugárzással hozzák összefüggésbe. Ezért fontos, hogy felhősödés mellett is viseljünk napszemüveget, hiszen a káros sugarak egy része így is eljut a föld felszínig. A tökéletes napszemüveget pedig megfelelően kell tárolni kemény tokban. Soha ne helyezzük lencsével lefelé, mert maradandó mechanikai károsodás érheti a lencsét, és a sérült lencse nem védi megfelelően a szemet.